Területi Választási Bizottság tagjaként, illetve pont tagjaként. Betöltött tisztségemet a Magyar Nemzetjogi Vállalatokról. Pénteken délben tették le az esküt, és vették át megbízó leveleiket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi választási bizottság tagjai és póttagjai a vármegyeháza dísztermében. A közgyűlés legutóbbi ülésén döntött a személyekről, eszerint Szekrényes Ida, Podlovics Weiss Éva és Kovács Zoltán tagként, Obucki Béláné és Braun Mária póttagként szervezi és felügyeli a jövő évi önkormányzati és Európa parlamenti választást. A megyei közgyűlés választotta meg a bizottság tagjait, ez hosszú évek óta, a rendszerváltás óta úgy van, hogy területi választási bizottságot a megyei közgyűlés választja. A hatáskör gyakorlója egyébként a megyei jegyző, mármint a választás lebonyolítását illető hatásköröket illeti, megszervezését, a településekkel való kapcsolattartást, a képzést, az oktatási programot is a jegyző úr felügyeli, ami feladunk a választási bizottságnak a megválasztása volt. És úgy gondoltam, hogy vannak olyan tapasztalt tagja is a választási bizottságnak, akik már évek óta végzik ezt a feladatot, illetve vannak új tagok is, és hát kiegészülnek a választási bizottság tagjai a pártok, jelölőszervezetek által delegáltakkal is. A törvény által megszabott időből ők is leteszik az esküt, ugyancsak a megyei közgyűlés elnöke előtt, és akkor ők is a választási bizottság, a területi választási bizottság tagjai már válnak. Ez egy nagyon fontos feladat, nyilvánvalóan bizalmi kérdés is, hogy milyen módon is, hogyan vannak a választások megszervezve. Magyarországon az országgyűlés tavalyi döntése nyomán jövőre az EP választással egy napon, június 9-én tartják az önkormányzati választásokat is. A polgármesterek mandátuma 2024. októberéig tart, ám már június elején eldől, hogy maradhatnak-e újabb 5 évre. A döntést a kormány azzal indokolta, hogy ezzel a lebonyolítással körülbelül 10 milliárd forinttal kerül kevesebbe a választások megszervezése.